Hoztam egy út az utolsó mandátot. Napilapunk 6 évvel ezelőtt újraindított mezőgazdasági melléklete hamarosan a 300. számához ér. Az évek óta tartó terepjárásnak köszönhetően sajátos, baráti kör alakult ki a magvető körül. A tájolás egyik célja az olvasók igényeinek a feltérképezése, a másik pedig a példányszám növelése. Igazán úgy tudjuk fönntartani a magvetőt, hogyha elmegyünk közvetlenül az olvasóhoz, és megkérdezzük, hogy mi érdekli, mi érinti őket. És így kezdtünk el tájolni, magvető élőiságokat szervezni 6 évvel ezelőtt, és mára már legalább 80 magvető élőiságot vagy összejövetelt rendezvényt, beszélgetést tartottunk meg. Varga Attila, a magvető szerkesztő elmondta, hogy idei akciójuk során 10-nél több településre jutottak el. A beszélgető esteken összegyűlt földműveseket leginkább az új agrártámogatási törvény érdekelte. Nagyon szeressük a magvetőt olvasni, rendszeresen meg is vesszük, előfizetők vagyunk. Hát minden, szinte minden érdekel bennünket. Jószág, főd, minden. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének szervezésében a gála műsort megelőzően több mint 30 gazdaszervezet részvételével kerekasztal értekezletet tartottak. Az azon elfogadott 10 pontból álló záradékot Fremond Árpád parlamenti képviselő, a mezőgazdasági bizottság tagja továbbítja majd a minisztérium illetékeseihez. A műsor végén megejtették az előfizetőknek szervezett nyereményjáték sorsolását is. A fődíjat az 5 munkaegységből álló talajlazítót Fekete Igor topolyai olvasó nyerte meg.